Vajon tudják-e önök, hogy ki volt dr. Ferenczi Sándor, és miért kapott emléktáblát Marjalaki Kis Lajos? Híradónkból ma este mindkét kérdésre választ kapunk. De szó lesz többek között arról is, hogy újítókról, az újító mozgalomról tanácskoztak nemrég, és kiállítás nyílt, nem csak újítóknak. Kezdjük is rögtön ezzel az eseménnyel híreink, tudósításaink sorát. Megyei újítási és találmányi kiállítást rendezett székházában a szakszervezetek megyei tanácsa az országos találmányi hivatallal közösen. A bemutatón 38 cég állította ki legjobbnak ítélt újítását, találmányát. A jó rész szakemberekből álló közönség összesen 246 új szellemi terméket láthatott egy héten át. Elismerést aratott a borsodi sörgyár importot helyettesítő, többféle palack és láda mérethez használható palacktöltőgépe. Sikere volt a December 4 drót művek Mirál nevet viselő villamos kábelének is. A borsodi újdonság volt. Sok okos berendezést láthatott a közönség a kiállításon, melyet Nagy Sándor, a SZOT titkára nyitott meg. Mint mondta, a korábbiakhoz képest ez a bemutató tartalmasabb volt. Így a meghirdetett díjakat és jutalmakat az arra érdemes kollektívák és aktívák jogosan vehették át. A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulójának megünneplésére párt és állami delegáció utazik Borsodból testvérmegyénkbe, Vologdába. A testvéri kapcsolatokról kérdeztük Vologda megye pártbizottságának első titkárát. A megyei pártbizottság érdekelt a kialakult megyei kapcsolatokban. Együttműködésünk 16 éve alatt számos személyes barátság, valamint különböző kollektívák közötti kapcsolat jött létre. Jelenleg 26 együttműködést tartó és ápoló megyei szintű kapcsolatunk van, a továbbiakban pedig ezt növelni kívánjuk. Mi ezeknek a célja? Nem csak ismerkedni akarunk, hanem szélesíteni is kívánjuk együttműködésünk tartalmát. A társadalmi és gazdasági életben szerzett tapasztalatokat szándékozunk átvenni, és ezekről eszmecserét is folytatni. Az ipari, kereskedelmi területeken, de az élet különböző szféráiban a magyar elvtársak és mi is arra törekszünk, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalatokat átvegyük és hasznosítsuk. A kölcsönös kapcsolataink mindenképpen erősítik a magyar-szovjet barátságot. Segítséget adnak gazdasági és társadalmi átalakításunkhoz, a perestrojkához. Az így kialakult együttműködésünk egy új minőségi szintre került. Ezért mi mindent megteszünk a két megye további együttműködésének, kapcsolatának fejlesztése érdekében, mert ez is segíti a szovjet átalakítási folyamatokat. Ma délelőtt tudományos emlékülést rendeztek dr. Ferenczi Sándor emlékére a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. Ferenczi Sándor 1873-ban született Miskolcon, és itt járt gimnáziumba is. Majd 4 évtizeddel később már Freuddal együtt emlegették a nevét a pszichoanalitika ismerői. Miskolc szülötte kétségtelenül a magyar pszichoanalitika egyik legnagyobb egyénisége. A tudományos ülésen részt vettek külföldi vendégek is, és felavatták a Jókai utca 15-ös számú házon Ferenczi Sándor emléktábláját. Egy másik alkalommal is tudományos konferencia színhelye volt városunk az elmúlt napokban. A megyei kórházban rendezték meg az Intenzív Szülőszoba című szimpóziumot. A háttérről érdeklődtünk a helyszínen. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1986 évben 18,5 ezrelék volt a születés körüli halálozás. Ez valamivel magasabb, mint az országos átlag. Az országos átlag az 18,3 ezrelék. Erről azt kell mondjam, hogy ezt a halálozási arányszámot a szülészeknek mindenképpen lefelé kell vinni, csökkenteni kell. Országosan is magas, a megyénkben is magas. Egy ilyen konferencia, szimpózion mit segíthet nekünk itt helyben? Hiszen a szakmának szüksége van rá, ez kétségtelen, de itt Borsodban mit segít a gyakorlatban? Sokat fog segíteni. Perinatális tudományág,
kritikát, azt alaposan meg kell mindenkinek ismerni, és abban az esetben szerintem még akkor is lehetőség van a speciális és pontos észlelésére a betegnek, ha éppen valahol nem rendelkeznek elegendő, vagy egyáltalán nem rendelkeznek ilyen műszerekkel. Magyarán a hiányzó anyagiakat lehet szellemiekkel is pótolni? Helyettesíteni semmiképpen nem lehet, mert a kettő az nem alternatív dolog. Az a fontos, és én ezt hangsúlyoztam, hogy ha nincs, akkor szellemi erők segítségével is tehetünk nagyon sokat. De azt nem tudjuk utolérni, amit műszerek segítségével tudnánk megvalósítani. Tehát a kettő egymással nem helyettesíthető dolog. Az lenne a legjobb, ha megfelelő számú műszerrel rendelkezünk, de ha már ilyen nincs, akkor a képzettségünk legalább legyen meg. Mai adásunkban látni fognak egy riportot, amely az Avasdéli Lakásszövetkezet lakásépítő vállalkozásáról szól. A szövetkezetiek tűszomszédságában a Borsod megyei állami építőipari vállalat fogott munkához a napokban, ennek a jeleit láthatjuk képeinken is. A báévesek vállalkozásának érdekessége az, hogy városunkban először alkalmaznak tömegesen durizol építőanyagot. A lakások ebből a biobetonnak is nevezett svájci licenc alapján gyártott anyagból épülnek majd fel. A másik érdekessége az ügynek, hogy a lakások piacra készülnek. Azaz először próbálják ki azt a formát, hogy az építőipari vállalat saját zsebéből lakást építsen, és a saját kockázatára azután azt el is adja. A sajtóból és a rádióból is értesülhettek róla a miskolciak, hogy az idén még nem úszhatnak a gyermekek a diósgyőri úszoda vizében. A megrokkant tetejű úszoda leghamarabb jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit a kisiskolások előtt. Addig vajon hol úszhatnak a gyermekek? Erről érdeklődtünk. A úszásnak a színhelye, úszástanításnak a színhelye az a szabadságtéri úszoda lett, ahol itt szervezett úszásoktatás folyik az iskolai órák keretében. Azon kívül a nagy közönség rendelkezésére áll még az úszoda, 9 órától szombaton este 6 óráig, valamint vasárnap szintén, hát vasárnap reggel már 6 órától lényegében délután 2 óráig vehet igénybe a közönség. Ezt a két időszakot kivéve gyakorlatilag teljesen be van táblázva az úszoda osztályokkal? Hát teljesen be van táblázva, mert délelőtt és a esti órákban edzések vannak, és azt köztelévő időpontban pedig az iskolai úszásoktatás folyik. Mi lesz a tapolcai sátorral? Lesz-e idén is sátorúszoda Tapolcán? Hát az idén is megnyitjuk a sátorúszodát november 7-én, már igénybe vehetik a vendégek. Ott szintén reggel 9 órától délután 6 óráig minden nap, tehát szombat, vasárnap és hétköznapon is. Miért nem lehet ott úszást oktatni? Hát úszásoktatást a víznek a mélysége határozza meg, tehát ott a legkisebb mélységű vízünk 1,50, és ebben pedig nem lehet úszást oktatni. Egy emlékhellyel több lett Miskolcon az elmúlt napokban. Felavatták Marjalaki Kis Lajos emléktábláját azon a házon, a Bulcsú utcában, ahol életének jelentős részét töltötte 1972-ben bekövetkezett haláláig. Vajon ki volt ez a szelíd arcú ősz öregember, akinek vonásait amatőr fénykép őrizte meg számunkra, esendően, homályosan? A fényképnél jóval élesebben rajzolt, egyértelműen világos az a tudományos munkásság, amit örökül hagyott ránk ez a nagyszerű elme. Sokak emlékezetében élénken él alakja, hiszen jó néhányan ismerték a miskolciak közül. Aki a város és környéke története után érdeklődött, az kimeríthetetlen forrásra lelt a pedagógus indítatású kutató műveiben. Amikor megnyílt a Kósházban a várostörténeti kiállítás, sokaknak jutott eszébe, hogy vajon mit szólt volna a tanár úr, ha láthatja ezt a tárlatot. Akik ma Marjalaki Kis Lajos emlékét ápolják, kutatásainak örökbecsű eredményeit gondozzák, nem csak a városkutatóra emlékeznek, hiszen a tudós pedagógus régészeti és néprajzi kutatásai, amelyben a magyarság eredetével foglalkozott, néhány évtizeddel megelőzték korukat. Most az emlékbizottság tagjai folytatják a kutatást. A téma a tudós életműve. Olyan adatokat, értékeket tárnak fel, amelyek segítik a város történetének megírását. Marjalaki Kis Lajos több mint 40 évet élt, dolgozott Miskolcon.
Most születésének 100. évfordulóján is tisztelgünk az emléktábla avatással és az azt követő tudományos üléssel. Avatják októberben vagy sem? Erre a kérdésre csak meglehetősen bizonytalan válaszokat kaphatott a riporter, ha a Pannónia szálló felújítóinál érdeklődött. A szállodai részt ugyanis csak hatalmas hajrával tudták elkészíteni a végső határidőre, azaz a múlt hét közepére. A szálloda felújítói egyébként míves munkát végeztek, különösen a homlokzati rész kialakításával. De az igazi különlegességek lent a földszinten és a pincében várják majd a vendégeket, de itt még tovább dolgoznak. Hogy melyek lesznek ezek a meglepetések, arról adásunkban láthatnak majd egy riportot, ugyanis nem sokkal a szállodai rész átadása előtt a helyszínen jártunk kameránkkal. Sokszor mondjuk, hogy kevés a kulturális csemege városunkban. Ezúttal két olyan tárlat is rácáfol az előítéletre, amelyet figyelmébe ajánlunk minden nézőnknek. Mazzag István festőművész képeit a Miskolci Galériában tekinthetjük meg november 15-éig. A fiatal festőművész már dolgozott Miskolcon, most pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként munkálkodik. Egy másik tárlat is nyílt a Miskolci Galériában nemrég. Szanyi Péter szobrászművész alkotásait november 15-éig tekinthetjük meg. Szanyi Péter több mint egy évtizede él és alkot Miskolcon. 1981-ben a Ravennai Biennálén aranyérmet kapott, és két év múlva ugyanitt elnyerte a zsűri külön díját. Kiállítás után egy másik témát is beleszerkesztett a Miskolci Híradóba. Csőtörés történt az elmúlt hét második felében, ugyanis Miskolcon, a Majláton. Egy ház építésének szabálytalanul végzett földmunkái során, tudnélik, ezeket kézi erővel kellett volna végezni, az engedély is erre szólt egyébként, a munkagép elszakította az ivóvíz vezetéket. Az ivóvíz és a szennyvíz a csövekben összekeveredett, így a vízszolgáltatást egészségügyi okokból azonnal meg kellett szüntetni. Mintegy 1500 városlakó számára a vízművek gyors segítséget nyújtva úgynevezett repülővezetéket épített ki átmeneti megoldásként. Közben a kölyál szakszerűen átmosta, fertőtlenítette a csőrendszert, melynek visszakapcsolását már ma megkezdték. Tehát reméljük, hamarosan már mindenki vízhez juthat a Majláton. Egyébként az építési fegyelem az olyan, mint amilyen ezt a képeken is láthatják, az eredmény ez, mert bizony a gép elszakította a vezetéket.